Vasárnap minden az esküvőről szólt a 60. Grassalkovics kastély udvarán álló Nagy Endre rendezvényteremben. A fotósok, dekoratőrök, sminkesek, zenekarok, ruhakölcsönzők standjaikon mutatták be profiukat. Könnyen és gyorsan lehetett információkat szerezni minden esküvőt érintő szolgáltatásról. A helyszín, az étterem, a hangosítás, de még maga a szervezés sem lehet akadály. A kastélyban mindenre van megoldás. Budai László és menyasszonya Surányi Zsuzsi szeptemberben házasodnak össze. Ők a dekoratőrt már le is foglalták a kiállításon, hogy minden a lehető legszebb legyen a nagy napjukon. Kifejezetten jó dolgok vannak itt, nagyon sokat fényképezünk, aztán aludni kell rá még párat, de fantasztikus dolgok vannak itt. Írjuk is a csomó mindent. A fiatal házasulandók kíváncsian ismerkedtek a kiállítók standjaival, sminkeket próbálhattak, a fotósok, videósok portfólióit tekinthették meg, torták és sütemények közül válogathattak. Sokan ötletelni, tippeket gyűjteni érkeztek, de olyan is volt, aki konkrét céllal látogatott el a kiállításra. Virágcsokor, díszítés, dekoráció, minden. Engem a ruhák érdekelnek most elsősorban. Igazából két dolgot láttunk eddig, ami nagyon érdekes volt számunkra. Az a torta alakú, hát igazából pénzből összekészített csomagok. Pelenka torta, az nem tetszett? Azt is néztük, lefényképeztük azt is, de az még korai nekünk. Közben a zenekarok is bemutatkoztak a színpadon. A 60-i fiúk leginkább mulató zenében utaznak, így repertoárjukból a klasszikusok mellett már nem hiányozhat Kis Grofó sem. A Royal Party zenekar pedig a 80-as, 90-es évek zenéjén túl mai popdalokat is játszik. A párok mellett a szolgáltatók is jó ötletnek tartják, hogy végre 60-ban is van esküvő kiállítás. Szerintem nagyon hasznos ez mind a szolgáltatók, mind az ügyfelek szempontjából, hiszen itt egy helyen megtalálnak mindenkit, jó eséllyel a szolgáltatók nagy részét le tudják foglalni maguknak, illetve nekünk is jó, hisz helyben az ügyfél személyes kapcsolatot tudunk kialakítani, ami úgy gondolom, hogy mindenképp több bizalommal jár irányukba, mintha telefonon, vagy e-mailben, vagy interneten veszük fel a kapcsolatot. Ez a kiállítás, ez egy nagyon színvonalas kiállítás itt, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megmutassuk magunkat a nagy közönségnek, mind a menyasszonyoknak, mind a koszorús lányoknak. És nagyon szívesen jöttünk ide 60-ban, és nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon tetszik a kiállítás. Kitért arra is, hogy a menyasszonyi ruhákban is folyton változnak a trendek. Szerinte ez az idei évben fog kicsúcsosodni, még inkább erősebb lesz, főként ez fog dominálni a 2015-ös ruhákon. Horváth Richárd feleségével érkezett a programra. A polgármester szerint az egy éven megnyílt Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum és az ehhez kapcsolódó Nagy Endre rendezvényterem méltó helyszín az esküvők lebonyolítására. Az imént én beszélgettem kiállítókkal, és elmondták, hogy nagyon örülnek, hogy 60-ban is ez a kiállítás megrendezésre került, hiszen régóta várták már, hogy a 60-i helyi vállalkozók, akik ezzel foglalkoznak, azok be tudják mutatni azt, hogy ők mire képesek és mit tudnak mutatni a 60-iaknak. Természetesen fontos az, hogy a házasodni kívánó párok is megtalálják a megfelelő szolgáltatókat, hiszen ez mindenkinek egy nagyon nagy esemény az életében. A tervek szerint ezzel a programmal hagyományt teremtenének 60-ban, így ezentúl minden év elején megrendeznék az esküvő kiállítást a városban.